Hello, srácok! Durva. Unboxing Nintendo Switch OLED. Zelda Tears of Kingdom Edition. Ma jelent meg. 2023. április 28. Minden igaz. Ez csak egy quick unboxing lesz. Kinyitjuk, belenézünk, hogy ez mégis hogy néz ki ez a szépség. Aztán majd tesztelgetem. Már csak azért is, mert hogy alapvetően át kell migrálnom valahogy a korábbi eszközt. Tehát ugye megvan a régi, nekem nincs még OLED-em, a régi alap switch-em van, amit egyébként nagyon szerettünk és imádtunk, és fájó szívvel lesz eladó, de hát kettő fölösleges. OLED modellt amúgy szerettem volna, de úgy voltam vele, hogy nem használom olyan nagyon sokat kézi konzolként, ezért fölösleges csak azért egy OLED, hogy a tévén használjuk zömében, de hát van az a pillanat, amikor az ember elmegy a szerpiacra, eladja a veséjét, és vesz egy ilyet. HDMI kábel. Ez azért nem egy nagy agysebészet. Hálózati adapter USB-C-s. Ó, fehér arany kábel. Nagyon cuki. Jól néz ki. Még egy, természetesen. És a dokkoló is egyébként nagyon szép. Másodperc is kihámozom, azt tényleg unboxing nem vettem még ki előtte. Ha. Azért ez gizda. Jól néz ki. Az eleve ugye OLED, ketté, hogy limited edition ezzel a festéssel. Elég gizda. Jó, hát mondom, ez most csak egy ilyen quick unboxing. Amúgy az OLED modellt ezt így nagyjából mindenki ismeri. Feltételezem már kismillió unboxing volt erről az interneten. Itt csak annyi a sztori, hogy ez egy Tears of Kingdom Limited. Hát ez még mondjuk annyira nem nagy számít a hátulja. Hát a kijelző az már így is kb. Érződik, hogy minőségi darab. De hát ezek is nagyon szépek, úgyhogy állhatok neki átmigrálni a korábbi konzolt az újba. Aztán majd teszteljük, bízunk benne, hogy ezek nem fognak elkezdeni két hónap múlva driftelni.